B. Király Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. B. Király Györgyi ékszereiről a Meril divatárú és ékszerüzlet gondoskodik. Köszöntöm nézőinket. Színház az egész világ, de azt is mondhatnám, hogy a színpadon ott van a világ. Ha az ember a színházról beszél, akkor feltehet olyan kérdéseket, hogy milyen a jó színház, milyen a rossz színház, milyen a jó közönség, milyen a rossz közönség, de leginkább azt kérdezi meg, hogy vajon miért járnak az emberek színházba. És akiktől kérdezem, azok abszolút autentikusak már, és mondom, hogy ki ül itt, Létai Dóra, Jászai Mari díjas, ugye ez a legfrissebb, ezt most kaptad, igen, március 15-e. Olyan. Köszönöm. Dózsa László, színész, rendező, színházvezető, te pedig Magyarország kiváló művésze? Igen. Ezt is most kaptad. Igen. Ez is friss. És Rátkai Erzsébet, hogy Erzsi, ne maradj ki, te se a sorból, jelmeztervező, Magyarország érdemes művésze. Igen. Szintén március 15, igen, úgyhogy szerintem ti már egymásnak gratuláltatok, akkor így én most gratulálok nektek. Köszönjük szépen. A közelmúltban volt a Színházi Világnap, ugye azt pontosan tudjuk, hogy az 57. Mondhatnám azt, hogy ennek apropóján beszélgetünk, és hát nyilván tudjátok, hogy egy kubai fickónak az üzenetét olvasták fel, vagy kellett felolvasni a magyar színpadokon. Én ebből most nem idézek, a lényeg az, hogy egy nagyon szép arszpoétikát fogalmazott meg arról, hogy ő miért színész és miért rendező, és hogy miért nem tudja az életét színpad nélkül elképzelni. Most ahelyett, hogy én ebből idéznék, mert azt szerintem ti úgy is hallottátok, megkérdezem tőletek, hogy ti miért nem tudjátok az életeteket színpad nélkül elképzelni. Dóra. Hú, én már 4 éves koromban kijelentettem, hogy színésznő akarok lenni, és azóta sem sikerült senkinek letéríteni engem erről az útról. Úgyhogy ez valamilyen atavisztikus, vagy valami előző életemből hozott vágy volt, és eltökéltség volt bennem. És menet közben sem gondoltad meg magad, tehát ez egy jó választás volt? Ez abszolút. Tehát én már pici koromban játszottam, meséket dramatizáltam, szaggattam édesanyám hálóingjait és gyöngysorait, és egyfolytában szerepjátékokat játszottam, az óvodában megrendeztem a többieknek a meséket, szavalóversenyeken indultam, aztán pinceszínházas lettem középiskolás éveimben, majd a Toldi Teátrumban szerepeltem, ahol elhoztuk az összes országos diákszínjátszó díjat, amit csak lehetett, és elsőre felvettek a színművészetére. Tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen egyenes út vezetett. És neked ez odáig volt bekódolva? És úgy látszik, hogy nekem ez volt bekódolva. Hát nem mondom, hogy a pálya aztán később nem hozott váratlan meglepetéseket, és időnként nem vált rögössé, tehát amilyen simán eljutottam addig, hogy felvegyenek a színművészetére, azért onnantól kezdve voltak nagy küzdelmek. Na, a rögökről még beszélgetünk, Laci. Hát igazából én nem színész akartam lenni. Mi akartál lenni? Akik ismerek, tudják, hogy miért. Én egy cirkuszi világba születtem bele. Édesanyám késdobáló volt, és hát nekem a nagy példaképem. Artista akartál lenni? Tessék? Artista akartál lenni? Nem, én bohóc akartam lenni. Bohóc? Nekem nagy példaképem volt a Népligetben a skoti bohóc. Az idősebbeket emlékeznek rá bizonyára. Egy nagyszerű bohóc volt egyébként. És az volt a tragédiája, hogy mindig kritikát mondott az akkori Rákosi rendszerről, és képzeljétek el, hogy előadás közben ezek az ávos pribékek, mert ugye egy bohócnak nincs arca, egy bohócnak nincs neve, lerohanták, és ott a porondon agyonverték. De annyira megverték, hogy szinte nem is volt eszméletnél, tehát úgy húzolták ki. De túlélte? És akkor, ami túlélte? Igen, ezt nem tudom, mindjárt ja, nem tudod. És akkor ezt a jelenetet a közönség megtapsolta. És akkor megkérdeztem anyukámtól, hogy anyukám, mi volt ez?
És azt mondja, kisfiam, hát ez a kommunizmus. Most képzeljétek el, hogy aztán én ugye ebben nevelkedtem fel. De azt hogy lettél színész, Laci? Ugye, hogyha valakit akkor így elvittek, arról soha többet nem lehetett tudni semmit. És bennem egy olyan fájdalom volt, mindig azt a dalt énekelte, hogy egy vándor cirkuszócska padján ült a vetszelén, és bennem egy akkora nimbusszál nőtte ki magát a skoti bohóc, hogy én mindig bohóc akartam lenni. Hogy aztán másképp színész? Determinált az élet, aztán egészen véletlenül színész lettem, bocsánatot kérek. Jól tudom én azt, hogy te Rózsahegyi Kálmán iskolájába jártál? Igen, jártam a Rózsahegyihez, és akkor a Rózsahegyi Kálmán meghalt, aztán meghalt a drági mama, arra meg kell emlékezni, mert nagyon jó pedagógus volt, színész pedagógus volt, ő volt a Rózsahegyi Kálmánnak a felesége. És akkor a névsort leadták a Színművészeti Főiskolára, és egyedül engem vettek fel. Na most akkor nem volt végérettségi, mert most itt nem akarok erről beszélni, olyan volt, úgy alakult az életem, hogy nem tudtam leérettségizni. És akkor az Ádámotóhoz elmentem, és azt mondtam neki, hogy hát én nagyon boldog vagyok, de hát sajnos nem tudom elkezdeni a főiskolát. És akkor azt mondta az Otto, hogy nem baj, majd szépen leérettségél a balett intézetben. Mondom, hogyha úristen, még balettozni is meg kell tanulnom. De a lényeg az, hogy levelező szakra száll leérettségi, felvettek a színművészetire, és itt vagyok. Erzsi, te nem a színpadon állsz, szerintem te lélekben állsz a színpadon, mert ugye jelmeztervező, látványtervező vagy. Hogy lehet ebbe pereszt szeretni? Hogy lehet rákattanni erre, amit te csinálsz? Én a ruháktól indultam. Először azt gondoltam, hogy majd divattervező leszek, de aztán régi ruhákat láttam a Nemzeti Múzeumban, és pár jó előadást, a Törőcsik Marit láttam, és nem tudom, egyszer csak kimondódott, hogy akkor a jelmeztervezés, és aztán azt gondolom, hogy ennél átfogóbb terület nincs is, tehát ez az, ami mindent érint, mert hogy folyamatosan kell az irodalommal foglalkozni, emberekkel, embereket meg kell győzni, és tudni kell a korokat, tudni kell látni a világot, és érteni mindent, és kell a gyakorlati részét tudni, hogy tudni kell pénzzel, idővel bánni. Tehát azt gondolom, hogy ilyen formán sokkal érdekesebb, és sokkal jobb terület, mint divattervezőnek lenni, ami egy kiszolgáltatott műfaj, és egyre inkább az, mert a világ diktál, és abban nagyon nehéz bekapcsolódni és beleszólni. Itt viszont a saját uraink vagyunk, de persze azokkal a nehézségekkel, amivel a szakma rendelkezik, de ez folyamatos nagy feladvány, hogy az ember ebből hogy tud jól kijönni, hogy tud végül az megvalósulni, amit az ember kigondolt, és egyébként annál jobb érzés nincs, amikor már nyugalomba ül az ember a nézőtéren, és azt mondom, igen, ez jó. Tehát ez jó. Én azt gondolom, nyilván tudjátok, hogy nem az elismerésért, meg nem a díjakért csináljátok. De azért egy-egy ilyen díj, amit most ti kaptatok, ez a Jászai Mari díj, kiváló művész, érdemes művész, ez azért megerősít titeket abban, hogy egyrészt ott a helyetek, másrészt, van annak értelme, amit hosszú évek óta letettetek az asztalra. Szóval mit jelent nektek azt, hogy hát Dóra, hogy, persze, Laci, Erzsi? Azért csapom le rögtön a labdát, mert nem régen, nem véletlenül, hogy elküldtek nekem egy riportot az ATV-ben. Most örülök, hogy ezt elmondom, kicsit most bosszút állok. És ott, ne legyél gonosz. Ott elkezdtek engem piszkálgatni, és ott nem tudom, valami Katalinka, Hagyjuk, Katalin, lapozzunk. Azt mondta, hogy hagyjuk ezt a nem létező színészt. Na most az ember, ez egy érdekes dolog, hogy amikor dicsérik, az valahol az ember természetesnek veszi, hiszen azért tudja az ember magáról, hogy ő kicsoda, hol tart. De amikor az embert bántják, és az a gonoszok, akik bántani akarnak, ezt pontosan tudják.
Nem, én erről most akarok beszélni. Most nem konkrétan valakiről, hanem, de igen, mert ezekről beszélni kell. Tehát azért azt kell mondani, hogy hoppá, azért van még jó Isten a világon. És nekem a jó Isten most ez a kitüntetés volt, és az elégtétel is arra, és a válasz, hogy nem nekem kellett erre reagálnom, mert mondom senki, hogy senki nem reagálta, egy válasz nem érkezett erre. Nem reagáltál. És nagyon fájt, mert azért én Ádám Ottónál végeztem, meg ebben a főiskolai Nádasdy Kálmán, Vámos László, tehát azért nagyon-nagyon emberekkel dolgoztam együtt a vadászetet. Ilyet nem lehet azt mondani egy színészre, és igenis vérig sértődtem, egy színészre nem lehet azt mondani, és nagyon ócska dolog ilyet mondani egy színészre, hogy nem létezik, akkor is, hogyha az egy statiszta. Akkor is, hogyha az tényleg nem lé, nem szabad ilyet mondani. Nem vitatkozni akartam veled, mert nyitottam a számot, és nem engedted, hogy mondjak valamit. Hanem hogy persze igazad van, és hát ti nyilván azért érzékenyebb, azért vagytok színészek, ti érzékenyebbek vagytok, mint az átlag ember, tehát nyilván egy ilyen történet rosszul érint, de szerintem vagy van neked akkor emberi nagyságot, hogy ezen túlép és engedd el. Pont. De olyan érdekes, hogy az ilyenkor nem működik, tudod? Dolgozz rajta egy kicsit, Lacikám, hogy működjön, dolgozz rajta. Dóra, neked a Jászai Mari díj mit jelentett? Hát nekem csoda volt, amikor jött az értesítés, hogy megkapom. Én pont 25 éve vagyok a pályán, illetve most már 26. éve, és ez nagyon érdekes, mert ugye valamikor eredetileg a Jászai Mari díj az a fiatal színészek díja volt, tehát egy színész elvégezte a főiskolát. Hát egy fiatal színész. Nagyon kedves vagy. De eljátszott egy-két, mondjuk eljátszott a Júliát, vagy eljátszott a Hamletet, és abban remek volt, és akkor kapott egy Jászai díjat mondjuk 25 vagy 28 évesen, és akkor ez úgy beindította a pályáját. Hát ma már annyian vagyunk, hogy ma már gyakorlatilag nem férünk bele a keretbe, tehát egyszerűen kitolódott az életkor, és hát tényleg középkorú színészek kapják meg a Jászait, tehát ez van. A Láng Dodi az 92 éves, és most kapta meg, tavaly kapta meg. 92 éves. Így van. Éve. Hát még az aztán a jó, hogy olyan, hogy nagyon kapta. Sok jó színész van, hogyha már itt a kornát nem 92, tartunk, a Baranyi Laci bácsi. Baranyi Laci bácsi 93 éves, és nincs Jászai díja. 93 éves. De a Dodit ne öregítsük. És jó színész, és jó Hát remek, én játszom vele együtt az üvegcipő. A Dodit szerintem 85, ne öregítsük. Bocsáss. Ne sért meg, ne öregítsd. Nem, igen. De amúgy... De nagyon is létező színész. Igen, tehát számomra természetesen egy pozitív visszajelzés volt, én nem foglalkoztam ezzel, hogy most hány évesen kapom meg. Nagyon jól esett, hogy megkaptam, és úgy érzem, hogy az egész eddigi pályám, az egész eddigi 25 évem, és az a nem is tudom, 60 főszerep, amit eljátszhattam ez alatt, az mind benne van ebben. Szóval ez nekem egy ilyen mérföldkő. Erzsé, te hogy fogadtad? Számítottál rá? Én korábban mindig gondoltam, majd csak lesz valami díj, és nem jött soha. És akkor azt gondoltam, hogy az úgy van, hogy nem is biztos, hogy az ember kap díjat, mert azért meghaltak úgy nagy művészek, hogy egyszerűen nem sikerült egyet semmit. Se. Igen. És ma is van. Ez így igaz egyébként, és amikor jött a hír, az már nagyon váratlan volt, mert eléggé későn volt, és én éppen Kassán az Otellót csináltam, hát Nagy Viktorral, Horesnyi Balázsral együtt a Kassai Operában, és éppen egy ebéden voltunk, amikor a férjem beolvasta a hírt, és akkor nekem potyogott a könnyem, és akkor a kolléganőm csak annyit kérdezett, hogy ugye nem a bánattól, hanem az örömtől. Igen, tehát nagyon, nagyon jó érzés, és mindegy, hogy ki mit gondol, mert ez végigfut ilyenkor a szakmán, ilyenkor mindenki mindent értékel, és mondanak jót, rosszat, és de egyszerűen minden nap föl lehet azzal kenni. Hogy van nekem egy ilyen. De ez nagyon nagy dolog, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez kevés, hogy ez egy apróság, hogy ez úgy mellékesen van. Ez nagyon nagy dolog, nagyon jó érzés. Laci, ne fosd magadba.
nem, most már nem leszek rossz kisfiú. Én ugyanígy voltam vele, hogy mentem haza nagyon rossz kedvűen. Nagyon sok rossz információ ért aznap. És ültem a kocsi, és azt mondtam, hogy nem bírom. Annyi bántásban volt részem, és én tudom az én igazságomat. És mondom, és nem is tudom, hogy van otthon altató, nem akartam öngyilkos lenni, csak aludni akartam. Most tudom, hogy van 10 darab, nem tudom micsoda altató, beveszem, de aludni akarok. És akkor ez a depresszió jele, azt tudod? És, igen. És akkor megszólalt a telefon, hogy visszerelnök, hogy itt kártya. Egyébként az, hogy ugye Erzsétől most veletek, azért mutatja azt a csapatmunkát, ami nélkül ti nem kaphattatok volna díjat. Tehát azért azt ti tudjátok a legjobban, hogy hány embernek a munkája benne van abban, hogy ti szépen, gyönyörűen ott álljatok ki nagyon a színpadon, és van. Eljátszátok nagyon, azt, amit eljátszotok, fontos, amit mondtál, és itt az ügyelőtől a hangosítóik, a kellékesik, a látvány, a díszítő, az ilyen munkás, az olyan munkás. Volt-e olyan élményetek, és ezt most nem tőled kérdezem, hanem tőlük, amikor úgy éreztétek, hogy valamilyen ciki vagy kínos helyzetből ezek az emberek húztak ki titeket? Mert a színpadon így alakult, vagy úgy szinte alakult... Szinte naponta vagyunk naponta? A helyzetben, ugye? Hát naponta persze. Vagyunk. Igen, és hát, hogy más nem mondjak, bocsánat, most nekem csak az jut eszembe, hogy én az Anna Karenina végén, amelyet most játszom, levettem magam egy hídról hátrafelé 3 méter magasból a sínek közé, kvázi, ahol engem 4 kaszkadőr kap el. Na most ezt elképzelhetitek, hogy én háttal esem, hogy ahhoz milyen bizalom kell, hogy ráadásul egy olyan ideg állapotban, miután végigjátszottam ezt az előadást, és nem vagyok túl vidám a végén, hogy úgy mondjam, a halálom pillanatában, tehát vagyok egy színészi állapotban, de persze azért észnél vagyok, és koncentrálok arra, hogy zuhanjak, hogy essek, hogy benne akadjon a cipőm sarka, a ruhám, a hajam, a zene, a fény. Tehát ilyenkor miközben játszunk, mellékesen még 20 másik dologra figyelünk, és áll 4 kaszkadőr fiú, akik ott állnak, és gyakorlatilag az életem múlik rajtuk. Igen. Ők statisztálnak is a darabban egyébként, fantasztikusan. És neked 1000%-ig meg kell bízni bennük, ahogy elmondtad. És ez így is van. Igen. Tehát most ez jutott eszembe, de eszembe jut mondjuk Erzsikének 2 csodálatos jelmezt köszönhetek. Ugye mi együtt dolgoztunk a Figaro házasságában, ahol a grófnő voltam, és a Vízkeresztben, ahol meg Olivia voltam, mind a kettő a Centrál Színházban, meg mind a kettő Puskás Tamás rendezése volt, és az Erzsike, ahogy mondta is, hogy a régi ruhákhoz vonzódik, hát valami olyan csodálatos korhű, tehát nekem a grófnő jelmezem, nem mondom, hogy kényelmes volt, mert hogy korhű volt, tehát az a szűk, az a fűző, az a halcsont, a rokokó, nem is paróka, nekem pótrészem volt, amelyben még kis porcelán madárkák meg virágocskák is voltak, egy madárfészek volt a fejemen konkrétan, egészen gyönyörű volt. Hát akkor volt. El kell mondanom, neked? Mert nekem is tervezett ruhát. Na. Bizony, Lilionfi, Szilvai professzor, olyan fekete, olyan öreg varjú, akkor meg nem voltam, mert 40 éves voltam, Ilódi Pista rendezésén, nagyszerű előadás volt, nagyon kevesen tudnak róla, tehát mi is dolgoztunk, hát ez egy ilyen dolog, egy nagyon-nagyon fontos dolgot, és egy szentséges dolgot, hogy mondjak el. Lehet, hogy megkaptuk ezeket a díjakat, és ezt te tudod, és te is tudod, hogy nálunk vannak, én legalábbis nálam, én elismerem, hogy vannak kiváló színészek, akik soha semmilyen díjat nem kaptak. És ez egy nagyon-nagyon fájó dolog. És én mindig elmondom, ha találkozom valakikkel, akikkel együtt dolgoztam, rendezek elég sokat, hogy ez a díj nem csak az én, hanem a te díjad is. És ezt nagyon-nagyon komolyan is gondolom. Nagyon komolyan gondolom, amikor ezt mondom. És ezt muszáj mondani, rengeteg színe, nem is lehet mindenkit, ugye? Hát nagyon sokan vagyunk. Hála Istennek ezen a pályán. Ezt kötelességem elmondani, de hogy ez a kiváló díj, ez nekik is szól. Az én kiváló művész kitüntetésem nagyon-nagyon sok kollégámnak is szól. Igen, akikkel valaha dolgoztunk, azok mind benne vannak, van, nem? Akik segítettek minket a pályán. Nagyon okosan, így van.
Erzsi, Dórától megkérdezhetem, meg meg is fogom, hogy van-e még szerepálma. Szerintem Laci már mindent végigjátszott, meg végigrendez. Várjál, akkor majd mindjárt fordulok arra. De hogy neked olyan jelmezterved, amit olyan okvetlenül meg szeretnél csinálni. Tehát nem. Olyan jelmezálom nem. Nincs. Nem, az mert nincs. Mert mindent? Nem, mert az úgy van, hogy mindig az érdekes, amin dolgozunk. Tehát ezt mindig úgy kell venni, hogy mindent az kell, hogy kitöltsön, és akkor azt nagyon jól kell megcsinálni, és nincsenek utálatos feladatok, mert az az én munkám, hogy mindent megoldjak. Tehát akkor, ha én a musicalt nem szeretem, de mégis nagyon sokat mondani, csináltam, de akkor az ember... Volt olyan, ami ellenszenves volt, amire nem, azt mondtad, hogy hú... Tudod, mi a baj? Amikor hülyékkel kell dolgozni, az nem jó. Tehát amikor áruló rendezővel, nem. Azt akartam kérdezni, hogy a hülyék hol vannak, nem, de akkor... Tehát, hogy az a jó, amikor nagyon elszánt művészek gondolnak arra, hogy meg kellene valamit csinálni. És ha ezt mindenki egyforma felelősséggel próbálja meg, akkor az egy nagyon jó munka, nagyon intenzív, és mindenki a maximumot megteszi. Amikor árulás kezd lenni egy csapaton belül, amikor az embert a rendező hagyja cserbe, az akkor nem jó. Tehát nem a műfaj rossz, nem a feladat rossz, hanem mert olyan nagyon szoros együttlétben vagyunk egy ilyen munka során, olyan intenzív munka zajlik a te rendezővel már több hónappal a bemutató előtt, és nagyon nem mindegy, hogy kikkel tölti az ember az időt, és hogy tudjuk egymás ötleteit használni, és hogy kezeljük egymást. Tehát én azt gondolom, hogy inkább ez a kérdés, hogy kikkel. Tehát most már az utóbbi időben szerencsére csak olyanokkal hoz össze a sors, akikkel szívesen vagyok. És miután rövid az élet, úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy töltjük. Tehát, persze. Hogy vannak olyan helyzetek, amire nem érdemes több időt pazarolni. Tehát inkább így. Laci, kérdeztem ezt a szerepálom dolgot, és én azt gondoltam, hogy már csak azért, mert nem vagy tinédzser kifejezetten, hogy már eljátszottál mindent, ami neked fontos volt, meg megrendeztél mindent, amit fontos volt, és mondod, hogy na-na-na. Akkor? Hát akkor... azt arra mondtam, hogy nekem nagyon nagy álmom, hogy egyszer a nagy cirkuszba meghívjanak. És csak nem bohóc akarsz ott lenni? És egy bohócot eljátszott. Hát mert csak erre gondolhattam, semmi másra. Dóra, neked álmod. Hát, ha valaki hallja és átadja majd. Hát nagyon nehéz. Azt szokták mondani, hogy a színésznek ne legyen szerepálma, mert ha megkapja, akkor nem biztos, hogy az úgy is sikerül, mint amilyennek álmodná, vagy amilyennek álmaiban sikerülne. És nekem tényleg nem is volt, mert olyan szerencsés voltam a pályán, hogy én megkaptam a leggyönyörűbb női szerepeket, szóval okom nem lehet panaszra. Nem mondom, hogy nem maradt ki egy-kettő, tehát mondjuk Csehovot szívesen játszottam volna többet, tehát mondjuk a Sirály, ha úgy tetszik, kimaradt, vagy mondjuk Szépernőt is játszottam volna többet, a Tóth Manci, ha úgy tetszik, kimaradt, de volt helyette más, tehát mindent azért nem lehet eljátszani egy élet alatt, és én abban bízom, hogy ezután is megtalálnak majd azok a női szerepek. Ugye szokták mondani, hogy 40 fölött a nőknek nehezebb, meg kevés a világirodalomban az a jó női szerep, ugye elfogynak. Tehát így is van, bár azért ebben van változás, mert vannak nagyon jó kortárs darabok, tehát van egy trend most, hogy azért felfedezték, hogy 40 fölött is ember a nő, tehát érdemes vele foglalkozni, lehet rá szerepet írni. 50 évvel ezelőtt a Dajka Margit, te most itt elmondtál, ugyanezt hallgatom a Dajka Margittól, ugyanígy szó szerint. Azért még az előbb az én még hozzátenném, hogy úgy játszanám el a bohócot, hogy elénekelném ezt a tétet, hogy azt sem bánnám, ha ott utána ott agyonvernének. Tessék. Tehát ekkora, ennyire a szívedben van. Nagyon. Ennyire nagyon benne nagyon. Van. Igen. Hát csönges vagy, kopogjál már be a fővárosi nagy cirkuszba. Hát, annyira egyszerű a megoldás. Igen. Mi volt a volt kedvenc jelmezed, amiről akár mondjuk egy Stuart Mária, tök mindegy, hogy mi jut az ember eszébe ilyenkor,
amiről úgy érzed, hogy abba a kelmébe, az anyagba, a képbe, a korhű divatba mindent beletettél, a szívedet, lelkedet és amit bele lehetett tenni, és hogy a színész azt, vagy a színésznő úgy viselte, hogy... Én nagyon sokféle ruhát tervezek, és mindig úgy igyekszem csinálni, hogy azok valamilyen gondolatot hordozzanak. Én nem egyszerű ruhákat próbálok kitalálni, hanem úgy megfejteni a darabot és a figurát, hogy ez annál több legyen. Tehát az egy ugyanolyan képzőművészeti és nagy tartalmakat hordozó tárgy, mint ahogyan a színész próbálja megfejteni a darabot. Csak nekünk van egy ilyen mozgó holmi, amit a színészek fölvesznek. De annak a mozgó holmi. Például az, amit a Dórika mondott, hogy a grófnénak volt a jó kis rokok, az egy neglizsé volt, az egy pongyola volt, mert ott abban az előadásban a gróf is alsó gatyába és egy gyönyörű köntösbe szaladgált barokk papucsba, mert hogy azt játszottuk, hogy ízzik a levegő a szexualitástól. Tehát mindenki ugrásra készen volt abban a kastélyban. És én azt gondolom, hogy mindig kell, hogy legyen valami ilyen megfejtése a ruháknak, és épp ezért nekem minden darab, ami mögöttem van, ott szerintem sikerült rátalálni valami többre, mint hogy egyszerű ruhákat terveznék. És ezért nagyon, nagyon sokszor elcsúszik az iparművészet fele az, amit csinálok, mert a felületek olyan fontosak, vagy új anyagokat találok ki, vagy olyan összefüggésrendszereket használok, amitől, tehát azt gondolom lehetetlen, hogy ne találjak a mélyen valami többet, mint amivel addig foglalkoztak egy-egy darab megfejtésénél. És ezért nincsenek kedvencek, hanem jó szívvel gondolok arra, hogy mi mindenen vagyok túl, hogy mennyi oldalról tudtam közelíteni az én munkámmal. És ezt most, hogy a Kaposvári Egyetemen tanítok, most sikerült is összefoglalni. Tehát most, hogy erről beszélni kell nekik, most ez igazán világossá is vált, hogy ez egy gondolkodás. Tehát, és ezt igyekszem nekik megtanítani, gondolkodni. Tehát nem ruhákról beszélünk sokáig, hanem a világ értéséről, és hogy tudjuk azt a mi területünkre fordítani, azt a sok okosságot és szempontot. Tehát gondolkodni tanítom őket, mert szerintem az a legjobb útra való, hogyha ezt viszik a putonyba, akkor a talpukon meg tudnak állni. Úgyhogy így nincsenek kedvencek. Egyébként azt hadd tegyem hozzá, hogy azért ugye ezt tapasztalatból tudjuk, hogy egy jó jelmez gyakorlatilag megoldja a figurát sokszor. Igen. Tehát nagyon sokszor van úgy a színésszel, hogy tipródik, kínlódik, nem találja magát, vagy bizonyos pillanatokban nem találja magát, vagy nem talált még teljesen bele a szerepbe, és ráadják a jelmezt, és abban és a pillanatban megvan. Megszületik. Igen, nagyon sokat tud segíteni. Igen. Azzal kezdtem egyébként a felvezetőmben, volt egy ilyen kérdésem, hogy miért járnak az emberek színházba. És ha megengeditek, akkor egy picit visszamegyek a történelembe a görögökhöz, akik ugye vállaltanak az antik görög drámákkal, azt mondták, hogy a ennek a lényege a katarszis, és ugye Arisztotelész fogalmazott úgy, hogy egyfajta felemelkedés, megtisztulás az a színház élmény, ami a görögöket éri, és hát én szeretném azt hinni, hogy ami azóta is folyamatosan éri a színházba járó embereket. Szerintetek a mai színház is képes katarszist adni? Szerintem igen, feltétlenül. És a jövő színháza is kép, mert azért van kit, a katarzisra van a színház, a megtisztulásra, az önmagunkban nézésre van a színház kitalálva. És azért nekem meggyőződés. Tehát te bízol benne, hogy a jövő színháza is megőrzi ezt. Én biztos vagyok benne. Hát 2000 évvel ezelőtt is erről szólt a világ, és 2000 év múlva is erről fog szólni, ebben én biztos vagyok. Vannak mindig átmenetek, vannak mindig egy kicsit mélypontok, de pont az Oidipusz királyban mondja a kórus, hogy
milyen rossz világ lett most, jött ez az Oidipus, régen a Kreón idejében milyen jó volt. És ezt mondták ki, aztán megint jó lett a világ, aztán jött a reneszánsz, aztán jött ez, aztán jött a kolonizm, de ott is voltak jó dolgok. Ott is volt. Tehát a világ az mindig valahol érzelmileg, emócióban mindig ugyanúgy működni, mint évezredekkel ezelőtt, amikor még a színházat oda rajzolták a barlang falára. Ez nekem meggyőződése. Milyen szépet mondtam. Hát eleménye az embernek a játék. Egy ilyen közösség... említező színésztől. Hagyjuk. Tehát a közösségi élmény és a játék az egy elemi igénye az emberiségnek. Mindig is az volt, és mindig is az lesz, igen. És az, hogy feldolgozzuk közösen azokat az élményeinket, amik ugye hát az alapvető közös élmények, a születés, a szerelem, a halál, a harc, a megbocsátás. Tehát vannak ilyen nagyon alapvető emberi történések a történelemben is, meg az egyén életében is, amelyek igazából sokat nem változnak. Tehát az évszámok meg a helyszínek változnak, és de maguk a történések... Görög történelemről beszélsz, vagy a nem igazán, most 2019-ben rólunk. Nem igazán változnak, azért tudnak ezek élni, ezek a darab. Azért nézzük az Oidipuszt, én játszom is egyébként, én most is egy beavató színházas Oidipuszban, és ugye imádják a gyerekek. Ott vagy a kórus, úristen. És imádják a gyerekek, és értik, és élvezik, és gondolkodnak, és magukra ismernek, szóval ez nem fog elmúlni. Amíg ember az ember, addig lesz színház. Tehát hál' Istennek a gyerekeket is be tudjátok csábítani, mert azért a mai világban a mindenféle digitális kütyükkel szemben ez egy elég nehéz vállalkozás. A Zsolt nézte tegnap az elő a Nemzeti Színházban a Tóth Ilonkát, és ő a tanú, hogy a végén mindenki kijön, nagyon jó találmány egyébként a Vinyánszky Attilának, csodálatos dolog, hogy lemegy az előadás, és akkor kijönnek a színészek civilbe, és akkor elmondják az életüknek azt az epizódját, ami ehhez a darabhoz kötődik valahol. És olyan jó érzés, hogy tele volt gyerekkel, fiatalok az előadás, hát ilyenkor mindig van egy kis zsibongás. És ahogy elkezdtem mondani, hogy egyre jobban elhalkultak, és néma csöndben hallgatták végig, amit elmondta, és utána nagyon megtapsoltak. És ez valami leírhatatlan érzés, amikor a fiatalokat meg tudod fogni, amikor a fiataloknak tudsz közvetíteni a te gondolataidból, érzelmeidből, és erre nagyon is vevők. Ez egy csodálatos dolog. Ez a színész számára egy katartikus dolog, ha már erről beszéltünk. Szóval akkor nem csak a nézőnek van katarzisa, hanem persze. A színésznek is van katarzisa. Így van. Egy eufórikus, katartikus dolog, amikor úgy érzed, nem az, hogy jaj, már ekkor mekkora siker, nem, hanem az, hogy érzed, hogy figyelnek. Mert olyan, hogy eddig egészen előnek jön, és akkor beszélni kell, kicsit improvizálni, és nagyon jó dolog. Nagyon jó. Most, hogy mondtad, hogy a színész kimegy a végén civilbe, ugye hoztad föl a példát. Én arra gondoltam, Erzsi, hogy te nagyon rosszul érezted volna magadat, hogyha te a görögöknél lettél volna jelmeztervező vagy látványtervező, mert ugye náluk csak egy állarc volt. Tehát az elején, amikor ez az egész dolog elindult, akkor a színész nem jelmezben játszott még, hanem volt egy állarca, vagy kettő, igen, vagy három. Igen, de a mi színjátszásunk az nem is a görögökre épül, hanem a középkori passió játékokra telepszik rá. Tehát az egy másik kör, és ott a dráma volt nagyon erős, de más volt a színészek, a színház és a nézők viszonya, azért, mert ezek mind tudott történetek voltak, és ők más szemmel nézték. Ez mind benne volt a köztudatban, tehát ők ismerték ezeket a történeteket, és hogy játszották el a színészek, az volt a kérdés, azt ítélték meg. Tehát más volt az alaphelyzet. Én azért még egy pillanatra visszatérnék erre, hogy is állunk most a katarzissal. Szerintem olyan nagyon nincsenek rendben a dolgok, mert szerintem nagyon sok mindent kellene azon igyekezni, hogy
igazi katarzist tudjon átélni a néző, azért mert a színház, hogyha ha nem az emberről beszél, hanem a beteges kivételről, és meg akar lepni állandóan, és sokkolni akar, és költészet nélkül, tehát nem a költészet nyelvén mutatja ezt, hanem nagyon durva eszközökkel, és tulajdonképpen semmibe véve a nézőt, az nem jó, mert az emberek életkedvét viszi el. Tehát én úgy gondolom, hogy bánatról lehet úgy is beszélni, hogy az nagyon komoly nyomot hagyjon az emberekbe, és átélhetővé tegye, és a katarzis az mindenkiben létrejöjjön, de az ócskán politizáló, a napi aktualitásokra ügyetlenül és provokatív módon reagáló színház, az szerintem nem jó. Ezen kívül nem jó a szerény tehetséggel agitáló színház se, akár még ha jó ügybe teszi azt, amire mi is gondolunk, de nem jó eszközökkel csinálja. Tehát te szerintem is azt mondod, jót kéne csinálni jól. Szabad ne felejtsd, bocsánat, aztán úgyis befejezed, mert elhallgatok rövidesen. Hogy akkor Dórával értesz egyet alapvetően, hogy vannak örök emberi értékek, mint a hazaszeretet, mint a, ahogy mondta, igen, a megbocsátás, a szeretet, a születés, a halál, sorolhatjuk, igen, hogy mi minden van, és hogy akkor a színháznak inkább ezek köré kellene csoportosulnia, ezeket az erkölcsi értékeket kellene, állomásokat kellene erősítenie, és nem pedig a szélsőségeket, és nem pedig szélsőséges. Úgy gondolom, amíg az elmenni. Emberről szól, az embernek a színház, és tisztességes szándékkal, addig kíváncsiak vagyunk rá, és az jó. Ugyanígy írta Hrabál a műveit, ugyanígy dolgozott a Menzel, így dolgozott a Fellini, és azt gondolom, hogy amikor elszabadul valami olyan indulat, amire nincsen szükségünk, de amikor olyan dolgokról is úgy beszélnek, ami már a krimi területe, vagy a orvosi esetek, tehát olyan emberekről beszél, és olyan tettekről, olyan folyamatokról, ami nagyon érdekes téma egy orvos tímnek, mondjuk elmegyógyászoknak, de nem érdekes a nézőnek. Azért, mert rosszul provokál. Csináltuk a Viski Andrásnak a Júlia című darabját, a Szabó K. István rendezte, és azt gondolom, az a történet, ahogy ők a 7 gyerek, és a Viski András volt 2 éves akkor, amikor a román gulágra vitték őket, és hosszú éveket töltöttek el ott élet-halál közt, és végül megmenekültek. És ez a dráma, ez az édesanyjának szól, az ő monodrámája, és ez egy imádság formájában mondja, ez egy párbeszéd az Isten, a férje, és a gyerekei között. Tehát addig, amíg a legnagyobb bánatot, a legnagyobb kiszolgáltatottságot és emberi nyomorúságot is el lehet így mondani, az komoly nyomokat hagy az emberbe. De nagyon fontos, hogy az a nyelv és az a szándék, hogy ezt hogy teszi a művészet. És még egy nagyon fontos, hogy azt gondolom, hogy óriási hiányérzet az, hogy a migráció az nem kerül a színház témája területére, amikor ez a legnagyobb életkérdésünk most. Mi lesz Afrikával, és mi lesz Európával? A színház az úgy tesz, hogy sok művész úgy tesz, hogy nagyon megprovokálja a világot, és a legfrissebb dolgokra reagál. Szerintem nem. Szerintem most nem. Most ezzel kellene végre valakinek foglalkozni, végre valakinek megírni, mert olyan folyamatban élünk, amilyen még nem volt a világban. Még nem volt ilyen. Igen. Te hogy gondolnád meg ezt a dolgot?
te, mint művész ezt a migránsra? Tehát hogy, hülyeségeket ír le, hanem előtte jár a politikának, és nem jó az, amikor le vagyunk maradva. Azt mondjátok, hogy a színháznak az aktuál politikát is be kell mutatnia? Nem úgy, ahogy sokan teszik. Tehát azt gondolom, ami lényeges, nagy kérdés, az mert ez egy drámai helyzet, ami most Igen. történik, és ami vár ránk. Ezt az íróknak már régen föl kellett volna dolgozni, és a film művészetnek erre már régen reagálni kellene, de nem teszi. Valamiért hallgat minden, és egy kicsit úgy vigadozunk, mint a nagy pestis járványok előtt és alatt, hogy majd ez megoldódik, ehhez nekünk nincs semmi közünk, és boldogan vár mindenki, és egyszer mindenki meghal. Tehát azt gondolom, még most az utolsó pillanatban föl kéne ébredni. Nagy filozófus a Rátka Jerzy, nem tudtam, hogy ilyen irányba megy el a beszélgetés, de egyébként nagyon fontos, amiket mondasz, de én most azért azt javaslom, hogy egy picit csatoljunk vissza, persze a mai színházról beszélsz te is, de én meg rólatok a személyes dolgaitokról szeretnék, hogy melyik volt, mert most Erzsi teljesen elvitt engem egy másik irányba, de ez egyáltalán nem baj. Nem, figyelj, próbálkozom, de azért nagyon beleült az agyamba, amiket mondtál. Szóval azt már elmondtátok, hogy szerepálom az nincs, ugye? Nincs szerepálom. Dóra beszélt arról, hogy a legizgalmasabb, tehát ez a megbízni másba is dobom magam hátra, amikor az életem adott esetben veszélyben van. Tehát ez nyilván egy nagyon izgalmas szituáció. A te életedben, Laci, a te szerepeid között melyik volt a legizgalmasabb? A leges. Hát talán az Steinbeck Egerek és emberekje, a Lenny Small. Aki nagyon keveset beszél, de annál többet közvetít magából. Nagyon nagy siker volt annak idején, nagyon sokan emlékeznek rá a Játékszínben. Azt rettenetesen szerettem. Filmből nem nagyon, hát talán a 80-20-el, ami mondjuk akkor egy fontos film volt, 78-ban, amíg majdnem akasztottak azokért a mondatokért, amit mi akkor ott nem csak én, hanem a magyar fiatal színészek színejába felvállalt. Tehát olyan sok minden nem marad meg az ember életi, vagy olyan nagyon, nagyon mély nyomot hagy bennem, mint emberben és színészben. És azért most már egy lassan 80 év távlatából visszanézve, éppen ma idéztük fel a Lilium Fit, amiben együtt dolgoztunk, és bizony, ahogy te mondtad, akkor asszociálódott bennem vissza, hogy úristen, tényleg én ezt is játszottam, és hogy szerettem. Vagy esetleg megnézek egy régi felvételt, hogy jaj, hát ezt mondjam már. De ami a mély nyomot is ma is úgy eszembe jut, és furcsa módon nem én, az én alakításaim hatnak rám időben, hanem mondjuk a Gábor Miklósnak a Hamletje. Pont a Gábor Miklós jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy ő mondta azt, hogy egy színész életében, és ez ijesztően hangzik, 5 szerep van. Öt szerep van. Egy teljes színész életben, ezt ő magáról mondta, ami tartó pillér, ami alapkő. Igen. És a többi az csak arra van, hogy eljuss az egyik alapkőtől a másikig. És azt az 5-öt fel tudod sorolni, Dóra? Hát én még remélem, hogy még nem. Mert akkor itt lenne a vége. Laci? Hát én talán a Vágyvillamos, a Stanley, Kovászki, az Egerek és emberek, O'Neill, amerikai elektárnak az Edmondja, az azért nagyon emlékezetes, itt megint kötődik egy másik színész, azok egy, még ma is megvan, Latinovics Zoltán egy 5 oldalas levelet írt nekem arról, mert akkor azt a tévé közvetítette Debrecenből, a Rusz Jóskának a rendezése volt, és nagyon nagy visszhangot váltott ki, és a Latinovics itt egy gyönyörű levelet, ami a legszebb erekéim közé tartozik.
Aztán, ahogy a Hamlet mondja, a többi néma csend. Erzsi? Hogy nem a legjobb vagy legizgalmasabb szerepedre gondolok értelemszerűen, hanem hogy arra a jelmezre. Próbáltam már ezt az előbb is becserkészni nálad, nem sok sikerrel, de hát ha van olyan mégiscsak, amire azt mondod, hogy a lelked, vagy a szíved, vagy az energiád, vagy a tudásod eddigi pályafutásod során abba toltad be leginkább. Nincs? Nincs, mert mindenbe igyekszem. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon, nagyon érdekes korszakok vannak, amik így lezárulnak, érdekes megfejtések, és olyan munkatársakkal való együttműködés, ami ilyen korszakokra tagolja legalábbis az én pályámat. Tehát jó visszagondolni a Madácsos korszakra, a Centrál Színházra, aztán Veszprémre, Kecskemétre, a németországi munkákra is. Tehát mindaz, ami egy idő után kerek egészként lezárul. Tehát inkább így ezek a harmonikus egységek, ezek így a mindenféle gondjaival együtt és küzdelmeivel együtt, de nem, én nem tudok kiemelni semmit, mert olyan sok zűrzavar van, amíg egy munka elkészül, és annyi impulzus, és annyi találkozás, és annyi minden, hogy persze lettem én évjelmeztervezője a Győri Színházba, Funtek Frici rendezte a Bulgakov álszentek összeesküvését. Az nagyon jó volt, mert ott én kitaláltam valamit, hogy mit jelent a kendervászon, mit jelent Európában, hogy ez milyen erős tartalmakat hordoz. És akkor annak örültem, mert arra egy egész rendszer épült, vagy a Stuart Mária, az Békés Csabai előadás volt, de ott is a fém anyagokkal, ezek fém szövött anyagok voltak, ahogy azok megjegyezték az emberi mozdulatot, és ahogy arra lehetett építeni, hogy változik a két királynőnek a viszonya a környezetéhez, és a ruha azt, hogy őrzi meg, és hogy mivé lesz a két ruha a végén. Tehát ezek jók. Azt mondom, ez rendben van. Tehát nincs ilyen kiemelés. Örülök annak, hogy tegnap jól tanítottam Kaposváron. Szóval, hogy jó volt, hogy a gyerekek nagy szemekkel hallgatják, és hogy nagyon jó a viszonyunk, és örülök magamnak, hogy... És hogy tele van a terem az előadásaid? Abszolút, ott nincs hiányzás, ott nincsen. Ezek rendes, figyelmes gyerekek, és lehet, hogy érzik, hogy... Igazságos. Én annyira vagyok csak szigorú, hogy mindig fölhívom a figyelmüket, hogy szerintem én ezt nem hagynám ki. Tehát szerintem, ha én a helyetekben lennék, akkor itt ülnék, és most nem beszélgetnék, hanem figyelnék. Sokat beszélgettünk szerepekről, katarzisról, értékrendről, jelmeztervezésről, pillérekről. Mit üzentek, nem is úgy kérdezem, hogy mit üzentek, mit szeretnétek ti, hogy milyen legyen a jövő színháza? Hát én gyönyörűen tudok válaszolni, na, de nem az én szavaimmal, hanem Németh László, de igen, a Németh László írja, fia vagyok a Nagy László, jó, most nem, ez a Németh László az Isten nekem, a Nagy Lászlót egyszer megkérdezték, elég ügyetlen kérdés volt, ez a rosszul tették fel neki, hogy mit üzen a jövőnek. És ezt nem tudom, hogy emlékeztek erre, és akkor a Nagy László azt mondta, hogy hát csókolom őket, ha még lesz emberi arcuk. Igen. És ez gyönyörű volt. És ezt tudom én is mondani, csak arra mondtad, hogy mindig, hogy problémák meg van, amit az előbb elmondtak. Igen, vannak, de a színház szentsége az mindig előbbre visz való. Hát a rosszak is előre visznek valahogy furcsa módon. Igen, de nagyon nem mindegy, hogy. Egy darabig csak mi a pillanati állapotot érezzük örökké valóságának, de hát a jövő azért sokkal több ennél, és azért a múlt is több, és a jövő is több annál.
Nekem is egy idézet. Dóra jön a jövőben, igen. Egy idézet jut eszembe nekem is, hát ugye mi színészek leginkább idézgetni tudom. Tóth Árpád Állarcosan című verséből jutott eszembe most a kérdésedről hirtelen egy pár sor, azt elmondom, hogyha nem bánjátok. Örülünk neki. Az Antikrisztus napjai ezek. Csillog a világ szörnyű aranyszennye. Röhögő senkik, balkörmű gazok szállnak mennybe. És én lent vergődöm, és nem tudja más, hogy csöndeméjén milyen jajok égnek. De légy türelmes. Lesz még ideje szebb zenéknek. Csak légy türelmes. Maradj, míg lehet. Váró révem, virágos menedékem. Most állarc van rajtam, zord és hideg, de letépem. Vagy szeliden, míg elfutja a könny, öledbe hulló arcomról lemállik, és te ringatsz, ringatsz jó térdeiden, mint halálig. Szép volt. Igen, nagyon szép. Szép is volt, meg válasz is volt, Erzsi. Én egyfolytában csak azt mondom, embernek emberről, és hogy minnyájunkon múlik, tehát ne várjunk soha azt, hogy majd egy ember megoldja a világot, hanem ebben minden, minnyájunknak dolgunk van, és ez ugyanígy vonatkozik a színházra is, mert az is a színház csinálás is hatalmas felelősség, és hogy a gyerekeket hogy hát sikerül megszólni. Személyiség formáló erő, hát így hogy van. Ne lenne hatalmas felelősség. Így van. Tehát nem, azt gondolom, hogy nagyon, de ez picit megint másfele visz, mert nagyon nem jó, hogy az oktatási intézmények azok politikai nyomással. 37 másodpercünk van, úgy tudom, mond. Csak jó, azt mondom, csak hogy, hogy igen, mindenki arról beszél, hogy a gyerekeket meg kéne szólítani, de a gyerekeket először tanítani kellene jól, és akkor a gyerekek nagyon nyitottak, de amikor nem kapnak semmit, akkor marad a telefon, és azt bizgetik, és ott van a zseppénz a zsebükben, amit a szülők megtermeltek. Tehát szerintem ez egy folyamat. Tehát ebben mindnyájunknak dolga van. És akkor talán valami jó fog történni a végén. Meg a színházzal is mindnyájunknak dolga van. Ha legalább annyi, hogy elmenjünk és megnézzük, nektek meg, hogy mutassatok nekünk értékeket. Én nagyon szépen köszönöm, hogy Létai Dóra, Dózsa László és Rátkai Erzsi itt volt velünk, és hogy megosztotta velünk a gondolatait a színházról, meg a saját világukról. Önöknek pedig köszönöm, hogyha velünk tartottak. Viszontlátásra. Békirály Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Békirály Györgyi ékszereiről a Meril Divatáru és ékszerüzlet gondoskodik.